varázsolja nekik széppé, egyre szebbé, de ne teherként, ajándékként. Igen. Hát azt se tudom, hogy mit tegyek, hogy jobb legyen nekik minden percük. Nekik csak az a jó, hogy ön ott van. Készít nekik egy kis madártejecskét, készít nekik egy kis ezt, egy kis azt, így tyütyögve. Nem úgy, hogy feladat, tennivaló, nem, tyütyögve. Oda megy hozzá, megcsinálja együtt, és akkor beszélget róla, említi az emlékeket, élik az életet. Igen, de olyan borzasztó most így, hogy ilyen szomorú. Erre ne gondoljon. Most még nem borzasztó, mert ott vannak. Csak az a borzasztó, hogy az anyukám nagyon betegít, és édesapám alig bírja. De segítsen neki. Hát nagyon igyekszem. De abban segítsen neki, hogy lelket önt bele. Beszéljen arról neki, hogy milyen csodálatos ajándékot kaptak ők a sorstól, hogy idősen ott lehetnek egymásnak. Higgy el, hogy az apunak nem olyan nagy teher az anyu betegsége, mint amilyen nagy fájdalom, hogy látja, hogy el kell lassan válni tőle. Igen, én is ezt látom, sajnos. De akkor most éljék a perceket, terelj el az apu figyelmét arról, hogy az anyu majd elmegy. Nem, minden erőm azonban. Hanem éljék a perceket. Igen. És emlékezzenek a múltra, erősítsék a szeretetet. Igen. Zsófi, el kell búcsúzzam öntől. Nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok a Teremtőnek, hogy önnel beszélhettem. Ez volt a legszebb ajándék számomra, hogy ezt a megtiszteltetést, hogy ön felhívott és elmondta ezeket nekem, rettentő nagy ajándékot kaptam öntől karácsonyra és egy életre szólóan. És most így, mielőtt a vezérgondolatot felolvasom, előtte még annyit, hogy jövő pénteken nem lesz jóslás, mert 24-én szentségtörésnek tartanám jósolni. Viszont karácsonykor, mához egy hétre karácsony első napján beszélgetésre a képernyő elé várom azokat az embereket, akik egyedül töltik a karácsonyt. Most pedig addig is a vezérgondolatomat jegyezzék fel, hogy karácsonykor nem lehet magányos az, kinek szívében Krisztus él. Elköszönök önöktől, viszontlátásra mához egy hét múlva, és boldog ünnepet addig is önöknek. Minden jót!